Sziasztok, én Molnár Martin vagyok, végzős villamosmérnök hallgató, itt a BME Weekend. Ebben a kis videóban röviden el szeretném nektek mesélni azt, hogy én hogyan kerültem erre a szakra, és hogy érzem magam most itt. Alapvetően nagyon korán elkezdtem már a pályaválasztással foglalkozni, középiskolában már kb. 9. osztályban, úgyhogy nagyon megalapozott döntés volt az, hogy ide jöjjek a Vikre, nagyon sok utánajárás után döntöttem végül így, és eléggé jól tudtam is, hogy mire számítsak itt az egyetemen. Ami egyébként óriási nagy előny volt, úgy gondolom, mert nem lepett meg semmi, és néhány más szaktársammal szemben én folyamatosan tudtam, hogy mire számítsak. Az egyetem az elejétől kezdve nagyon nagy segítség volt számomra, és nagyon nagy előnyt nyújtott a középiskolai tanulmányaim után, hogy tervezhető volt. Előre megvoltak az EH időpontjai, mikor vannak a tanórák, illetve a Viken bemutatott és tanúsított struktúrátság, szervezettség azt szerintem egészen kiemelkedő országszinten, de még akár nemzetközi szinten is. Nagyon nagy segítség volt a kezdeti átállásban az, hogy a tankörünkkel egy úgynevezett IMSC csoportba kerültünk, jelentkeztünk ebbe a képzési formába, az azt jelenti, hogy az általános oktatáson felül mi egy picit mélyebb és intenzívebb dolgokat, illetve tempóban tudunk tanulni. Ez elsősorban azért volt nagyon nagy előny, én azt gondolom, mert egy olyan összetartó és felhúzó erejű közösség jött létre, ami aztán állandó mankónként tudtunk használni a képzésünk folyamatában. Ezt úgy képzeljétek el, hogyha volt egy adott tantárgyban valaki nagyon jó, akkor ő abban általában segített nekünk, és hogyha egy másik tantárgyban én voltam jobb, akkor én segítettem, de ez egyébként az egész vikes közösségre igaz, hogy mindenki nagyon segítőkész, és nagyon szívesen segítjük, illetve támogatjuk egymás munkáját. Ez egyébként szerencsére a tanároknak a viselkedésében is megfigyelhető, ők is nagyon szívesen segítenek a hallgatóknak, és ha bár vannak nehéz tárgyak, ezeket mindig segítenek leküzdeni, és igazából nehéz tárgyak meg mindenhol vannak. A tanároknak a hozzáállása egyébként szerintem nagyon példaérték, ugyanis nagyon hamar akár egy ilyen tanár-diák között kialakulhat a kollega viszony, hogyha valaki elkezd olyan szintű tevékenységet végezni az egyetemen, és szerintem ez mind a két fél számára nagyon praktikus és előnyös, és egy hallgatónak ez nagyon nagy előnyt tud jelentni, és nagyon jó érzés is ez egyébként. Azt gondolom, hogy az egyetemen megszerzett tudás az nagyon értékes. Egyrészt nagyon-nagyon sok lexikális dolgot is tanulunk, mint egyébként minden képzésben, de azt gondolom, hogy a Viknek az óriási előnye az valójában abban rejlik, hogy rengeteg szemléletmódot, megközelítést és logikát tanulunk. Ezeket a dolgokat nem tudjuk úgynevezett konkrét módokkal, példákkal gyakorolni, ezeket azért tudjuk megtanulni, mert ezt a tanárok átadják nekünk, ezt a szemléletes gondolkodást. És ha ezt valaki sikeresen beissza és elsajátítja, akkor utána, amikor kimegy az iparba, akkor jöhet bármilyen új probléma, bármilyen kihívás, amivel eddig még nem találkozott, hiába nem tanult még arról addig, meg fogja tudni nagyon hamar oldani és megküzd vele, mert képes arra, hogy új problémákat önállóan megoldjon. És szerintem ez igazán nagy előny, és ez ritka kincs, én úgy gondolom egyébként a felsőoktatás berkein belül. Nagyon nagy előny volt még az is számomra ezeken felül, hogy gyakorlatorientált a képzés, általában van arra lehetőség, hogy kipróbáljuk, amiket az előadásokon vagy gyakorlatokon megtanulunk, illetve nagyon hamar be lehet kerülni az ipari szférába. Én egyébként egy energetikai vállalatnál dolgozom, lassan már egy éve, és azt veszem észre, hogy az egyetemen megtanultakat azt igen szuperül tudom alkalmazni a cégnél is egyébként, és úgy gondolom, hogy ez óriási nagy előny, és tényleg félmjelzi azt, hogy nem hiába volt az eddig befektetett munka. Bízom abban tehát, hogy a képzés további részei is legalább ilyen izgalmasak lesznek számunkra, hallgatók számára, és abban is bízom, hogy valamikor majd lesz lehetőségünk találkozni veletek is, és gyertek a Vikre, mert szuper, és mert megéri. Illetve abban szeretnék elköszönni, hogy egy kicsit előzetesen is boldog karácsonyt, és kellemes ünnepeket kívánni mindenkinek. Sziasztok!